benne volt ebben a mérkőzésben a győzelem is. Mind a két csapat sokat hibázott, én azt gondolom ennek következmény az a viszonylag kevés gól, nem azért, mert nagyszerűen védekeztünk, nem is védekeztünk rosszul, de elő mind a két csapat nagyon-nagyon pontatlanul játszott. Mivel lehetett a Honvéd méregfogát kiúzni, mondjuk ahhoz képest, hogy a Kőér utcában azért ősszel nagyon simán megvertek minket? Az egy teljesen más meccs volt, én azt gondolom, hogy nincs ilyen, hogy a méregfogát megpróbáltuk azokat a játékosokat, akiket tudtunk akkor is, hogy jó játékosok, még kevesebb teret és időt hagyni. Most nem lőtt a Fülöp Bence 4 gólt, mint a Kőér utcában. A Kis Gergő is azt hiszem csak talán egyet lőtt, de lehet, hogy kettőt, nem tudom, most nem emlékszem pontosan. Nagyjából ez volt a megoldás, és az, hogy sokkal, de sokkal jobban játszottunk csapatként. Szőnyi úton ilyen játék elég lehet a győzelemhez, hogy rá kell tenni egy lapáttal? Hát ez egy teljesen más csapat, nem tudjuk megmondani, itt nagymértékben azon is múlik, hogy a BVSC mit fog játszani. Mi megpróbálunk mindent megtenni, ha tudunk egy picit előrelépni, én azt gondolom, ott is van esélyünk a győzelemre. Mindenféleképpen nehéz mérkőzés volt. Úgy gondolom, hogy dicséretes, hogy szereztünk el nagyon jó honvédelmi egy pontot. Így utólag a mérkőzés után egy kicsit több is lehetett volna. Ezt majd megnézzük, visszanézzük. Igazából azt mondom, hogy ez egy bravúr pont, aminek nagyon örülünk. Elhúzott a Honvéd 1-2 góllal itt a második-harmadik negyedben, ott mi kellett, hogy vissza tudjatok jönni olyannyira, hogy a végén még abszolút, ahogy mondtad, a győzelem is benne volt. Hát úgy gondolom, hogy stabilizáltuk a védekezésünket. Azt hiszem, hogy a harmadik-negyedik negyedben talán 1-2 lefordulást kivéve jól védekeztünk. Jól védett a Botti. Sorra jönnek a rangadóink, szombaton megyünk a BVSC-re, ott is mindenféleképpen győzni szeretnénk. Mérkőzés volt, a végén lett volna esélyünk a győzelemre. Sajnos ez most nem jött össze, ezért egyik szemem sír, másik nevet. Még ahogy mondtad, nehéz ettől a jó játszó Honvédtól pontot szerezni, de nekünk sikerült, de a végén esélyünk volt a győzelemre, ami most nem jött össze, reméljük legközelebb. Az utolsó támadásnál miben maradtatok, mit beszéltetek meg? Ugye az se volt sokáig biztos, hogy most emberelőnyben kezditek, vagy sem, végül aztán előny lett belőle. Hát igen, ugye elvileg időkérés előtt előbb volt az időkérés és utána a kiállítás, tehát első sípszó után, amikor elkezdtük, akkor még 6-6 ellen támadtunk, utána kaptunk egy kiállítást, igazából egy 4-es figura volt megbeszélve, ami végül nem úgy sikerült, ahogy akartuk. Jön a BVSC, hasonló játékkal, azt gondolom, hogy ott is bőven lehet keresni valónk. Mentálisan hasonló kell, de játékban egy kicsit összeszedett tebb játék el majd, hogy ott is pontot vagy pontokat tudjunk szerezni. A magyar bajnokságban semmilyen eredmény nem meglepő, főleg ha az első háromtól lefelé nézzük, bárki
bárkit megverhet. De gratuláltam a vasas játékosoknak, mert azért alapvetően úgy gondolom, hogy ez nekik szebb eredmény.